Jó reggelt kívánok! Amúgy tényleg most keltem, mert ide készítettem a kamerát az ágyam mellé tegnap, hogy innen tudjam felvenni, hogy felkeltem. A mai videó nem másról fog szólni, mint hogy 24 óráig csak a kedvenc kajáimat eszem. Ami amúgy tök jó, és ez tök jó, hogy kitaláltam. Ez a szög, ez nem túl előnyös. Meg szeretném nektek mutatni a kedvenc kajáimat, szóval kezdjük is a reggelivel, mindjárt csak kimegyek a konyhába. Inkább visszaalszom. Na, szóval reggelire csak is aktív éjséget fogok. Hát majdnem azt mondtam, hogy inni, de enni fogom, de mindjárt megmutatom, hogy lehet egy séket enni. Úgyhogy menjünk ki a konyhába. Egyébként vállalhatatlanul nézek ki. Nincs itthon tej. Szóval most kicsit vállalhatóvá, amúgy azért ilyen borzasztóan furcsa a haja, amilyen, mert nem szárítottam meg hajmosás után, hanem úgy aludtam el, hogy vizes volt a hajam. És ezért nézek ki így, de mondom, most elmegyünk a boltba, előbb vállalhatóvá teszem a kinézetemet, és amúgy, úristen, fúj! De szóval, hogy az ebédhez is amúgy is be kellett volna vásárolni, de azt hittem, hogy előtte meg tudok reggelizni. De nem, mert nincs itthon tej. Szóval, menjünk el a boltba. Ja, azt akartam még elmondani egyébként, hogyha csak így le kell ugrani a boltba, akkor én mindig a legrandomabb ruháimat veszem fel, tehát például ezt a pólót, miért vettem fel ezt a mellényt, mindegy. És ezt a melegít, ja igen, ezt a melegítő nadrágot egy fánkos zoknival. Ez egy fun fact, jaj, ott a postás. Egyébként ez egy tök érdekes dolog rólam, hogy én gyerekkoromban csomó kaja volt, amit utáltam, például ilyen feta sajt, meg sárga borsó főzelék, olívabogyó, ilyenekre rá sem tudtam nézni. És egy 2-3 éve ez így annyira durván megváltozott, hogy szinte az összes olyan kaja, amit én utáltam gyerekkoromban, vagy régebben, azok a kedvenceim, de hogy így nem az, hogy jaj, jó, megeszem, hanem tényleg a kedvenceim, és például a feta sajtot imádom, és régen rá se tudtam volna nézni. És ez nagyon durva, hogy így változik így az ember ízlése, pedig én ezeket tényleg gyűlöltem. Na, hazaértem a bevásárlásból, és most nagyon sok cucc van előttem, úgy tűnik, most a legfontosabbat nem hoztam ide. Na mindegy, szóval úgy tűnik, hogy nagyon sok dolog van előttem, de higgyétek el, ez egy tök egyszerű cucc. Ugye már mondtam, hogy aktivét fogok reggelizni, egyébként ők megkerestek, jó, ez hitelesebb lenne, hogyha a kezemben lenne a termék. Szóval ők megkerestek engem, hogy szívesen küldenének nekem egy csomagot, én pedig mondtam, hogy persze, úgyhogy Instán már láttatok is erről egy posztot, ezt fogalmam sincs, hogy miért mondtam, mert tényleg ne kérdezzétek meg, semmi lényege nincsen. Szóval, nekem a kedvencem egyébként, ötféle ízt próbáltam ki, de egyértelműen a csokis volt a kedvencem, illetve a... Mi is volt ez? Mogyoróvajas, igen, az nagyon durván finom volt. Csak is ott fogok reggelizni. És azért szerettem meg egyébként nagyon az aktivét, vagy nem a fogyás volt vele a lényeg, vagy bármi az, hogy fehérje. Azóta, mióta megvan, azóta mindig szoktam reggelizni, és ez nálam nagyon nem így volt. Tehát, hogy így simán van, vagy volt régebben, hogy így délután 3-kor kezdtem el enni egy nap, ami nagyon nem normális. És mivel ez egy tök könnyű cucc, és én reggel nagyon sokáig nem vagyok éhes, amikor felkelek. És mivel ez egy tök könnyű cucc, meg nagyon finom, ezért mindig szoktam már reggelizni. Szóval igen, készítsük el, mindjárt megmutatom, hogy én hogy szoktam ezt tenni, mert ennek is 100 féle fajtája van, nagyon csak 2, de milyen feltétet raksz rá, az rajtad múlik igazándiból, de meg tudod úgy is csinálni, na mindegy, csinálom közben, szóval hogy meg tudod úgy is csinálni, hogy shake-ként megiszod, de úgy is meg tudod csinálni, hogy vársz egy kicsit vele, és akkor ilyen pudingos állaga lesz, és akkor fel tudod díszíteni, mint mondjuk egy zapkását, ezért szeretem nagyon. Ja igen, most sima tehéntejből fogom csinálni, de egyébként már csináltam kókusztejből, és úgy is nagyon-nagyon finom volt.
Na és én, amit még bele szoktam tenni, az nem más, mint fahéj és só. És a só az ugye azért kell, mert kihozza az ízeket, és a fahéj meg azért, mert finom. Ja, és amúgy most fogok kávézni. Nem mindig szoktam, mert nálam a kávé az nem ilyen elengedhetetlen, csak hogyha megkívánom. És most megkívántam. Most ezt, hogyha állni hagyjuk egy kicsi ideig, már pedig én állni fogom hagyni, akkor így besűrűsödik, és olyan állaga lesz, mint egy pudingnak. Na, és a végeredmény így néz ki. Én általában mindig így szoktam menni, meg tényleg nagyon a csokis aktivére vagyok rákattamva. Szóval banán, kókuszöszelék és műzli, és hát higgyetek nekem, egyszerűen zseniális. Annyira tetszik, és annyira szeretem, hogy a hajfestős videómból az még így mindig itt van, na mindegy. Nagyon jó. Na, ismét itt vagyunk ezen a helyen, és meg fogom csinálni az ebédet, aminek a hozzávalói hagyma, majonéz, tonhal, tejfel, és tejfel. Tonhal salátát fogunk készíteni, és például nálam a tonhal az ugyanolyan, mint mondjuk, amiket felsoroltam az előbb, amikor mentem a boltba, hogy utáltam régen a halat nagyon durván, és aztán rátaláltam erre a tonhal salátára, vagyis igazándiból ezt egy barátom mutatta nekem még régebben. És azóta ez a tonhal saláta, úristen! Mit itt láttok, ugye hagyma, tonhal, tejföl, majonéz. Ez egy ilyen alaprecept, de ebbe egyébként még nagyon sok mindent lehet tenni. Például szerintem én most fogok beletenni ilyen csípős paprikát, mert szeretem a csípőset, de egyébként kukoricát, vagy bármi ilyesmit is lehet beletenni, és én pirítóssal szoktam enni, és isteni finom, tényleg nagyon-nagyon durván jó. Na és igazából ennek az egésznek annyi a lényege, hogy felvágom a hagymát, a paprikát, aztán beleteszem a tonhalat, és a majonézt és a tejfölt is, és semmiből nem tudok mértékegységet mondani, igazából ezeket az összetevőket így random összekeverem, és ahogy, szóval ízlés szerint. A majonéz, tejföl is mindig érzésre szoktam beletenni. Kisebbekre vágtam hozzá a zöldséget. A paprikát, hogyha tesztek bele, mivel ugye csípős, ezért mindenképp úgy gondolom, hogy érdemes kisebbekre vágni. A hagymát is minél kisebbre, nekem így ennyihez volt türelmem. És akkor ugyanúgy szemmértékre teszek bele a majonézt. Igazándiból annyit szoktam beletenni, mert oké, hogy tonhal salátának hívjuk, de valójában ez egy nem egy saláta, Isten ments. És most összekeverem, és akkor meglátom, hogy kell-e még vele valami, miután megkóstoltam. És végül így néz ki a kajám. Én most sajtos pirítóssal fogom enni. Ja, és azt nem mondtam, de egyébként én a tetejére szoktam tenni citromlevet, mert szerintem ettől ilyen tök jó íze van. És egyébként ez az étel azért is tök jó szerintem, mert tök hamar össze lehet hozni. Ugye ez nem egy ebéd, csak vacsira a meleg kaját fogok enni a városban, szóval igen, majd megyünk a városba is. És igen, azért készítettem el most ezt ebédre. És mondom, szerintem azért tök jó, mert nem bonyolult, ellenben nagyon-nagyon durván finom. Szóval tök jó ez a nap! Most kezdődik. Jó, az a részben, akkor megmondom, hogy vágj ki, és direkt bele fogod tenni, ami gáz, de valami, igaz? Nem, biztos nem jó fej vagyok. Na, szóval találkoztunk az Ersával. És akkor csak benne vagyok. Hát most benne vagy, igen. És iPhone-nal folytatom a vlogolást, ugyanis, a memóriakártyámat nem tettem vissza a kamerába. Gondos. És most itt vagyunk, itt ülünk az Andrássyn, és be fogunk menni a Bellódzóba, ami az én kedvenc. Igen. Mert egy kedvenc helyen, de a pattát mondaná, ugyanezt mondanád volna. Mert a patta is a kedvenc helyem, meg a Bellódzó is a kedvenc helyem. A Bellódzóban, ami a kedvenc helyem, kérlek, ne zavarj meg. És megmutatom, hogy mit szoktam mindig a Bellódzóba kérni, szóval indulhatunk keresztül. És ugye, hogy Bellódzó, ez egy ilyen
Szia, én egy normál adag pasztindiánkot szeretnék kérni a medzemanika tésztával és plusz csirkével. Fogfagyma csili. Mind a kettő mehet, köszönöm. Más kér? Nem, köszönöm, és kártyával szeretnék. Igen, igen, igen. 1076. A múltkori videómban ugyanezt csináltam. Hát igen, és kb. Ugyan, nem, akkor ott jöttünk. Csak akkor Valentin. Igen, igen, ugye. De szóval megérkeztünk a Bellozzóba, és én itt általában mindig ugyanazt szoktam kérni. És hogyha jöttök, akkor ezt a kombinációt mindenképp próbáljátok ki. A pasta in bianco nevű tészta a csirkével és a mezze manike tésztával. Na ez hullos. Begyem a tésztát? Aha. Nem lökszünk kamerásokat bele? Micsoda? Kapar bele. Nagyon megijedtem. Ez az iPhone-nal való vlogolás nagyon vicces, így visszavisz az időben. De igen, fú, nagyon elfáradtam, nagyon sokáig voltunk a városban. De ennyi is lett volna ez a videó. Amúgy nagyon sok mindent meg tudtam mutatni, amit nagyon-nagyon szeretek. Még így utoljára láthattátok, azt hiszem, ez egy levendulás éges kávé volt, és egy nutellás muffin. És ezeket is nagyon szeretem. Úgyhogy a mai napkaja szempontjából számomra nagyon kedvező volt. Igen, szóval nem is tudom, mit mondhatnék még. Ja igen, kövessetek Instagramon, itt lesz az Insta nevem. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a videóimról. A csengőt is nyomjátok meg, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. És kommentet is hagyhattok. Szóval igen, köszönöm szépen, hogy megnéztetek, sziasztok! Ezt nem tudom, miért csináltam.